dokumentumfilm az ma kiválóan alkalmas arra, hogy érzékenyítsen minket, illetve adjon egy olyan pszichológiai látásmódot, amely által közelebb kerülhetünk, empatizálhatunk és jobban megérthetünk olyan sorsokat, vagy társadalmi osztályokat, vagy csoportokat, akikhez egyébként a hétköznapokban nincsen hozzáférésünk. Az igazán jó dokumentumfilmek több nézőpontot is képesek megmutatni, több viszonyulást, több reakciót. Meddig hisszük azt, hogy nincs vele dolgunk? Meddig tudunk kívülállóak maradni? As a filmmakers, we always have to keep balance between attractive things and between social issues, the big serious problems. Because with this kind of instruments, we can really, I mean, not change. I can say that documentary films will change something, but at least to express our meanings and ideas. Leviszik ezeket a nagy, globális és általános gondolatokat a konkrétumok szintjére, és valahogy minden egyértelműbb lesz, és talán egy kicsit könnyebben eldönthető és megérthető. És azt tartom jó dokumentumfilmnek, amilyen fontos témákat tud akár humorral, vagy egy saját eszköztárral megközelíteni, és jóval eldönthetőbbé tesz olyan dilemmákat, amelyekről csak járatjuk a szánkat állandóan, de sose jutunk közös nevezőre. Mindenkinek csak ajánlani tudom, mert olyan témákat és olyan történeteket mutatnak be, ami mindenki számára tanulságos és érdekfeszítő. Nem vagyok egy moziba járós típus, de ez az esemény most meggyőzött arról, hogy ezen változtatni kell. Azt gondolom, hogy egy ilyen közegben az ember sokkal jobban átszellemül és csak a filmre figyel. A Verzió Fesztiválnak a létrehozásában a Helsinki Bizottság elég jelentős szerepet játszott. Ugyanakkor meg kell, hogy mondjam, hogy akkor, amikor ez kezdődött, és amikor az első Verzió volt, akkor nem gondoltam, hogy ez ilyen sikeres lesz, és ilyen hosszú életű, és ilyen jelentős számú közönséget vonz. Nagyon szeretem a Verziót, mert évek óta járok magára a filmfesztiválra, és az önkéntes munkát meg nagyon fontosnak tartom, mind a dokumentumfilmeket, mint az önkéntes munkát népszerűsíteni. Kinyitják a szemünket a világra, olyan helyekre visznek el, ahova egyébként nem jutunk el, nem hallunk róluk. Nem mindig a legforróbb témák a hírekben. Egy olyan filmválogatást kapunk, amit csak itt tudunk megnézni, és itt ismerkedhetünk meg azokkal a legújabb dokumentumfilmekkel, amelyek gyakorlatilag a világot mozgatják. Szerintem idén nagyon sok új dolgot csináltunk egy első filmkritikus workshopot, volt egy új dokler. Különösen nagyon örülök, hogy idén teljesen hype volt a magyar filmek között, és mindegyik teltházas volt. Szerdától szerdáig nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és éljen a kollektív kitartás, kollektív munkát és kreatív dokumentum.